Jelenleg még nincs nevük az éppen csirkenyakat fogyasztó gólyáknak, akiket Kis Csaba házi orvos, hivatalos madármentő és családja vett gondoskodásuk alá. Rakamazon egy elhagyatott fészekben hagyták őket, mert még túl gyengék voltak a költözéshez. Szemfüles emberek azonban időben hívták a madármentőket. Féltették őket, hogy így nem maradnak életben, ezért megkerestek engem. Én felvettem az EON-osokkal a kapcsolatot, akik tényleg maximálisan segítőkészek voltak, és kijöttek szakemberekkel, daruskocsival, és gyakorlatilag fel tudtunk így menni a fészekbe a madarakért, és el tudtuk őket hozni. Mert hát ugye az a probléma, hogy ők önálló életvitelre még nem képesek, ketten fiatal idei madárként nem elég erősek ahhoz, hogy el tudjanak vonulni. A szülők is ugye ezért hagyták őket hátra, tehát gyakorlatilag most nekünk kell biztosítani azt, hogy a telet átvészeljék, és akkor tavasszal már szépen szabadon lehet őket engedni, és készen állnak majd a saját családjuk megalapítására. A Hortobágyi Madárkórházzal már 14 éve dolgozik együtt Kis Csaba, aki évente több száz madarat ment meg. Jelenleg Nyíregyházán egyenlőre az egyszerűbb beavatkozásokra és fiókanevelésre van lehetőség. Ha súlyosabb esetről van szó, akkor azokat a madarakat Hortobágyon látják el a madárkórházban, ahol megfelelő felszerelés áll rendelkezésre. Eleve a jogszabályi háttér olyan, hogy aki nem egy ilyen szervezetnek dolgozik, tehát nem hivatalos állatmentő, azok ugye védett állatot csak addig tarthatnak, amíg a legközelebbi ellátópontra eljutatják. Egyébként sem egyszerű ezeknek a sérült állatoknak az ellátása, tehát én azt szoktam javasolni, hogyha van rá lehetőség, akkor nyilván mindenképpen ezeket az állatokat össze kell szedni, és a lehető leghamarabb el kell jutatni ellátópontra. Nem kell nekiállni nevelgetni a fiókákat, nem kell semmiféle kötözéssel, etetéssel, bármivel foglalkozni. Ezt bízunk inkább a szakemberekre, hogyha valaki civilként úgymond talál egy sérült vagy elárvult állatot, mindenképpen jutassa a szakemberhez a lehető leghamarabb, ez a legfontosabb, amit megtehet. Szakértő elmondta, ha egy madarat meg lehet fogni, akkor nagyon súlyos beteg. A vadmadár fél az embertől és biztonságos távolságot tartva elrepül, akkor is, ha esetleg beteg. Ha nem repül el, akkor vassérült a szárnya, vagy olyan súlyos beteg, hogy órái vagy percei vannak hátra. A gólyák jelenleg biztonságos helyen várják, hogy tavasszal megerősödve újra szabadon repülhessenek. A jövőben Nyíregyházán szeretnék megvalósítani, hogy komolyabb műtétekre és ellátásokra is lehetőség legyen.